Sziasztok, Jayce Lak vagyok, ez pedig itt a Night of the Dead. Következő részhez értünk, következő nap. Befejeződött a előző éjszakai támadás. Itt folytatjuk élőben, tovább ahol abba hagytam. És ebben a részben egy kicsit építkezni fogok. Kicsit fejlődünk, építkezünk, ház környékét próbáljuk egy kicsit felújítani, föleveníteni, illetve készülünk arra, hogy az ötödik nap éjszakája, tehát negyedik nap éjszakája, az ötödik nap fog jönni, és igencsak valószínű, hogy most már jönnek tüzes támadók, és bizony fel kell készülni rá, hogy az épületeink kellően védve legyenek. Na, hát itt is vagyunk. Itt lett a támadás vége. Meg is nézem, hogy hogy állnak a 91. Egész jól dolgoztak. Valahogy fel kéne vennem, de úgy látom, csak így fogom tudni. Itt rendesen dolgozott. 35/100. Egész szépen megoldott a feladatát az eszközünk. Ez pedig kifogyott, ezt láttam is az előző videó végén, hogy teljesen kiürült a pengénk. Fölvenni úgy, hogy ne sétáljuk bele a tüskékbe. Ezt is fölvesszük. Jó. Hát egész szépen alakult itt a dolog. Hát, és hagyom nyitva. Az ott a probléma, hogy nem bírta becsukni. Mint ahogy most se tudom becsukni, mert egyszerűen megváltoztatták, hogy hova kell nézni, és... nagyon közel kell menni hozzá. Aha. Oké. Lehet most a csavargást kihagyjuk. Sikerült kellő mennyiségű cuccat összeszedni az előző részben. Ezeket a fákat leamortizálom, hogy ne fogják itt nekem a helyet. Jobb oldalon még mindig a fejem fölött, még mindig a kutatási anyagok pörögnek. Rengeteg cuccat összeszedünk ilyenkor. Jó, vannak sziklák is, fák is. Nagyon jó. Kicsit lekopasztottam magamat ebből a szempontból. Illetve sikerült a ládákat összestolcolnom egy rakásra elég szép mennyiséget, és szétszortírozni a tételeinket, úgyhogy most egy kicsit szaladgálni kell, ha valamit gyártani akarok. Vagy legalábbis föl kell vegyem a ládákból a tételeket. Na, nézzük a kis eszközünket. A magokat is vesz fel, jó van. Jelenleg az összes csapdám fekszik. Mindegyiket befogta az áldozatát, de nem bírtam őket elintézni, a makiányba szenvedtem. Illetve az ültetvényeket is fejleszteni kéne tovább, de ott is az vagy sok mag kell hozzá, úgyhogy kivágom a bázison, ami van, és mindjárt ránézek a nyílpuskára, hogy a nyílpuska hova fejlődött. A fejlődött az a szerencsétlen nyílpuska, rosszul beszélek én itt közben, csak mennyit lőtt el? Ez teljesen nulla. Azt mondja, hogy feltöltés. 66 a 75. 75-ből, ugye? 75-öt. Szedett össze. Azt nézem, hogy nincs is nálam több nyíl. Egész jó, megcsináltuk. Ugye csak azt tudta lelőni, aki ide a lépcső tetejére eljutott. De szép ugrás volt, öcsém. Azt a neki. Igen.
Igen, ez sikerült. Aha, ez egy nagy. Tízes zsák volt. Más táskát itt nem látok. Jó, látok több táskát, oké. Okay. Beszéltünk arról, hogy egyenesre kéne ezt szervezni, illetve hogy ezeket a tüskéket is le kéne cserélnem most már gépekre, illetve arra hátra meghosszabbítani ezt az U alakot, esetleg egy ilyen kicsit S alakúvá varázsolni. Ez lesz most ebben a részben, ezt fogom megügyködni, és megmutatni, hogy mik a hibák és mik a lehetőségek. Igen, ezt tettem. A kis magot is kapunk. Ne a csákánya, te a fejszével. Hogy hatékonyabb lenne. Mag, pörögnek a magok. Jó. Illetve, hogy áll ez az aratás? Ebbe egy mag van. Ebbe van három. Nagyon jó. Nagyon jó. Na hát ezt sikerült fölépíteni, ezt a láda egyet. És megnézem a ládákat, mert gyanítom azt, hogy voltam olyan ügyes, és raktam le magot, jó, azok már üresek. Jó, ide a bőröket túl. Nem. Ezért nyitotta ki. Üzemanyag van itt. Szűnt föl. Jó, fűszer nem kell. Ezt megnéztem. Hát ezeket is most föl fogom veszegetni, mert gyártani kellene. Leginkább abba fogok belefutni, hogy csomószög betonos rész nem kell. Jó, ezeket fölveszem. Ezt a vasat miért a fák közé raktam, azt nem tudom, de belefutottam problémákba, az nem kell. Kis kő, vas darab már van nálam, kő, mészkő, kis kő, jó. Nem raktam le magot. Akkor ezek szerint rágyát kell készítsek. Mihez bél nincs nálam, az a kajásban van. Ez. Illetve itt van kis hús még, úgyhogy tudok egy pár rágyát összehozni. És akkor megpróbálni még több ültetvényt készíteni. Né? És akkor ezeket fel tudom szedni, most már hatás. Igen, és R betűvel. Igen, és akkor megnézzük mindjárt, tudunk-e készíteni. Levél, hát azt nem vettem föl. Azt benne hagytam. Viszont folyásba lepakolom a ezeket le sem tudom már rakni. Mit hagytam ide? Usit. Ezt is kiveszem innen, és akkor ezeket rakjuk le inkább. Ezek nem kellenek, hogy nálam legyenek. Jó, levél valahol itt. Itt volt a levél. Jó, és akkor gyártunk még egy farmot. Már talapzatot meg is csináltam neki. Ígyni. Akkor be is vetjük, illetve majd fejlesztünk is rajta. Igen, feljavít. És ide pedig a kancsót, meg a fadeszket. A kancsót azt nem tudom, hova raktam. Erre gondoltam, de abban nincs. Akkor sincs.
Hát, hogy már nincs több kancsónk? Ne, azt is már kellene, nem ez. Ez üres. Üres. Ó, nincs több kancsónk. Ah. Lépni. Azt a vegyszert, azt gyártani kell. Itt van, és ezt nem tudom még gyártani. Botanikust kell fejleszteni hozzá. Oké. Na. Ja, itt a gazda. Persze. Ezt sem csináltam meg. Ez sem. Jó, így már megvan. És akkor itt lementünk egész a motorig, és megpróbálunk ott majd gépet is készíteni. Ugye azt a gépet, amelyik bányászik nekünk. És az mi volt? Anyag kell 5. Az ebbe. Anyagból. Igen. És most már elvileg a kancsót tudjuk csinálni. Kérdés, van-e minden hozzá? Nincs. Fűszer, fűszer kell. Az van. Igen. Ó, itt is a kancsó. Egy 2 darabot. Né, és akkor már is tudunk fejleszteni rajta. Király! Király, ezt learatjuk. Igen, és feltölt. Jó, ebbe meg az ágat tudom gyártani, úgyhogy ezt is kellene. Össze a kiskövet se vettem föl. Nincs kiskövem. Nem áll. Hát pedig úgy nézem, hogy nincsen. Hihetetlen, hihetetlen, hogy nincs. Na kapkodjad. Kap, kap. Még a bázis alul is ki tudom venni. Ah, azt már nem. Jó. Igen. Igen, 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 ezt szeretném. És megint elfogyott a kiskövem. 10 darab kiskövet elhasztál? Jesszus úristen! Jó, akkor ezt bevetjük. Igen. Az is kiskő, az is kiskő. Ehhez is kiskő kell. Persze, hát azért. Akkor volt nálam kiskő, csak el is használtam. Igen, ilyen képhez. Fú, ez sok minden kell, úgyhogy ezt még hanyagolom. Itt meg volt minden. Ezt megcsináltam. Ezt is, itt maradt ki ez az asztal. 3 betonvas és még szeg. Azt mondja szeg 3. Betonvasat persze nem vettem föl, mert azt nem gondoltam, hogy kelleni fog. Igen. Igen, és akkor betonvasat vettem. Ah, nem lett elég a szeg. Nézd már. Elszámoltam magam. Jó, így már elégnek kell lennie. Nagyszerű. Na, ez is egy olyan asztal, amelyik nem fejlődik tovább. Lehet látni, hogy már eleve ilyen picike, és ez ilyen picike is marad. Hát ezt valahogy ide is szélére lerakom. Ez itt bőségesebb. El fog férni. És ebben lehet a fegyvereket gyártani,
amiket lehet gyártani, egy gránátvető fénykardot, meg mindenféle ilyet, vezetékezni is itt kell, itt van a puska tölténynek a gyártása, csapdáknak továbbfejlesztő és alkatrész elemei, illetve a szerszám I és a fegyverünknek a továbbfejlesztése, amihez bőrök és csontok kellenek. Igen. Rend fölvesz. Bemegyünk. Meg kell visszapakolni a ételeket. A húsok azok kimaradnak. Jó. Na nézzük, mit tudunk fejleszteni. Szerszámiat tudunk fejleszteni. Igen, még egyszer. Még egyszer. A fegyverünket. Jó, és ehhez mi kell? Rókabőr és szallagon nincsen több. Ezt mindjárt gyártunk, és... szallag, szallag. Teljesen jó. Igen, és... csapdáimat most megkiürítem. Róka, 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 bőr. Itt van. Legalább olyat szedjünk föl, ami kell is. Jó, 10 darab magom van, nagyon jó. Ó, szarvast is veszünk föl. Lesz most már mindenféle húsom. Nagyon jó. Ez nyuszi. Ez is nyuszi, nyuszi. Hát, ezek például nyuszit is, mert a feldolgozott bőrhöz a nyúl kell, és vannak tételek, amikhez kell a feldolgozott bőr. Igen, és ezek a csapták is fekszenek, nagyon jó. Nyuszi, 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 mindenben nyuszi van? Hát mindenben nyuszi van, jó. Király. Igen, erre fölhívom a figyelmeteket, hogy amikor fejlesztetek egy fegyvert, az kikerül az inventoryból. Tehát a lenti gyors gombokról kikerül, nem az inventoryból. És ezeket ilyenkor vissza lehet rakni. Egy kicsit növekedett a... itt tudom megmutatni. Növekedett a sebzésem. Mind a két fegyvernél egy kicsit nagyobbat fog most már ütni. Faanyagot, ha már itt hajtottak nekem. Ah, mi belőle? Elvasszom. Na. Oké, tehát hol tartottunk? Ott tartottunk, hogy ide kellett nekem valami rókabőrszerűség. Így van. A következő szinthez már vaddisznóbőr kell majd. Jó, szerintem azzal se lesz probléma, lesz az is. Hamarosan ebbe a ládába tudok lepakolni. Olyat, hogy... pontésbőr. Pontésbőr. Jó, még van nálam további anyagok. A farmokhoz. Hopp, 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 ott volt még egy toll, és rácson. Ja. Oké. Benézzünk ide is. Na, szóval akkumulátor, dugó, motor, mindent. Karbantartó készlet, ugye ez kell majd a ételünkhöz. Most viszont, hol volt? Itt egy ilyen bányagépet szeretnék felépíteni. Kell hozzá egy akkumulátor, egy motor, egy biztosíték ebbe az asztalba. Azt mondja, hogy egy motor, egy biztosíték, egy akkumulátor. Nagyon jó. Karbantartó készletet is akkor legyártuk egyet. Igen, és akkor mi kellett még hozzá? Hűha, még itt van dolog. Azt mondja, hogy vaslemez, és rengeteg szekkel hozzá. Nagyon durva. Az nagyon durva sok szeg. Asszus. A sok fémem el fog fogyni.
Hihetetlen ezt a szeget, ez csak vas, sima vasból lehet gyártani. Igen, és akkor az megvan. Most már csak egy darab vaslemezre van még szükségem. Nem itt, hanem itt vaslemez egy. Mondom, egy. Na, csak bevett kettőt is. Elkészült a bányagép. Hát erre szerintem nem fogom tovább tudni hozni a házamat, úgyhogy ide kényelmesen elfér ez a bányagép. Így van. Na, egy üzemanyag és egy karbantartó készlet kell hozzá, hogy... Kettő karbantartó készlet. Ó, hogy a russebb. Essen beléd. Jó, igazából le is vette, hogy nincsen. A levél kell hozzá. Ehhez is vas kell, gumigyűrű, illetve textil. Hát a vas. Most már megint a vas kezd előjönni. De ő pontosan azt fogja nekünk bányászni. Ó. Csörök, csörök, csaptok. És dolgozik. Ugye ez a másik. Ugyanúgy kellene, ehhez kevesebb kell, ez csak egy akkumulátor, egy dugó és pár szeg. Oké. Ezt tudunk-e csinálni? Még egyszer. Egy akkumulátor és egy biztosíték. Jó, biztosíték, igen. Akkumulátor, igen, és akkor még egy 6 darab szeg. Szeg. 6. 7. Jó. Király! Hogy nem tudom lerakni. Ó, elnéztem én, még van itt hozzá cucc. Igen. Igen. Ja, persze, még közben fogy a vasöntvényem is. Kell vasöntvény is. Ezt remélem, hogy van nálam. Persze, hogy nincs nálam lerakom. Na. Ezt is meg kell vegyem. Ennyire kivettem volna mindent. Szóval vasöntvényt tudok abból készíteni. Igen. Meg a bótból. Igen. És akkor vaslemezbe is kell. Már nem tudom mennyi, de úgyis kell vaslemez máshova. Megvan. Jó. És akkor karbantartó készletet ehhez is kell gyártani. Amihez már nincsen levelem. Oh. Oh my god. Hát pont levél. Hát van levél. Hát hogy ne volna levelem? Tessék. Van levél is. Ne hát ezik az ültetvény. Tudom. Egyszerűbb legyen ez a dolog. És... Ha-ha-ha. Nagyon jó pofa. Berakjuk ide a csapdák közé. Ide, hagyj zúgjon itt nekik. Azt a neki. Ha valaki játszott a Space Engineers-es sci-fi-s ilyen űrös építős stratégiai túlélős játékkal, ugyanilyen fújó, fújófejek vannak benne, ezek nagyon jó fújófejek. Karbantartó készlet kell akkor egy. Remélem ebbe egy kell, nem kettő. Igen. Ó, és pont így forog. Hát ez ilyen szokványos fúrófej, tehát nem olyan furcsa, hogy játékokba ezeket rakják bele. Ebbe kiesett a tálat. Vagy fölvettem és nem bírtam újra tölteni. Gyanítom, inkább az lehet. Abból csapdában most vettem ki a nyulat, és már vissza is ment. Jó, megvan mind a két bányagépünk. Király, feleztetünk az asztalokba felszerelést. Gépfegyvert azt miért nem raktad be nekem? Ja, mert azon fejlesztettem még egyet. Igen. Igen, és 22-ből 24-es sebzésű lett. A... Miért puska, miért nincs itt?
Hehe. Azt nem rakja ide a nyílpuskát. Nincs az inventorimban a nyílpuska. Mert ugye az van a kezembe azért. De jó, ha kezembe van, akkor nem adja be ide. 36-os sebzése van. Jobb a sebzése a nyílpuskának, mint a G-fegyvernek, de ugye a nyílpuska sokkal ritkábban lő, de sokkal kevesebbet tud lőni. Jó, szerintem több ilyen ültetvényt nem tudok csinálni a kiskő miatt. Jó. Azt mondja, hogy nézzünk meg akkor olyat, hogy milyen csapdákat tudok csinálni. Illetve az elektromos berendezéseket is. Dugó, motor és szeg. Rengeteg, rengeteg szeg. Van itt üzemanyag generátor, amihez már viszont a másik motor kell. Jó, ezeket tudom csinálni, van itt egy tricikli, amit lehet tekerni, áramot termelni, de a szélerőmű lenne az, ami alapvetően nekünk áramtermelésre megmaradna. Vannak itt kapcsolók, mindenféle elosztók és vezérlő egységek. Akkumulátor, az nagyon fontos lesz, illetve hát a napelem és a szélerőmű, ez a kettő, ami jobban. Szélerőművet nem fogom tudni, mert ez a varisztor, ez még nincsen. Jó, nézzünk sima csapdákat. Van itt csapóajtós csapda, ezt még nem mutattam be, ez is egy nagyon jó kis cuccos, csak 10 egységet bír. Viszont ha futnak feléd, akkor csinálsz egyszerűen egy leesési pontot magad előtt, és oda beraksz egy csapóajtót. Mielőtt hozzád érnek, kinyílik a csapóajtó és leesik. Tehát amelyik igazán nagy és el tud jutni hozzád, azt is ki tudod eszközölni, hogy ne jusson el hozzád. Tehát ki tudod iktatni a sorból. Azt mondja, hogy kötélszeg, csapdagép. Nézzük, csapdagépet tudok-e csinálni, csak fogaskerék kérdés. Van, akkor még egy csapdagép, szegből jöhet 10, és kötélből is jöhet 10. Jó. És akkor mindjárt meglátjuk, hogy van elegendő cuccom, ahhoz, hogy itt átépítsem a tételeket. Lehet a bejáratot azt... Hopp! Hát te bogaram, te mit csinálsz itt? Kettő is? Ó, dehogy kettő, itt volt vagy négy. Az elalvósok ide értek. Szóval annak a csapda... ejtő csapdának ugye az lenne a lényege, hogy... itt ha valahol le tudom őt ejteni, mielőtt még hozzám érne, például itt, és akkor itt nem is kellene nekem átalakítani, hanem ezt egyszerűen innen levesszük. Így, és ezt is. Ígyni. Ó, ide raktam pont ezt a puskát, de itt föltök. Ja. Ígyni. Most kérdés, hogy ezt a csapóajtót meg tudom-e csinálni? Ó, meg persze. Igen, igen, ott csak ide rak már be. És így kell rakni, így. Ígyni. És ott középütt kinyílik, itt le fog potyanni a kis barátunk ide, és hogy ne tudjon erre itt bekóbászolni fölöslegesen, építünk egy kis falat. Fal. Így. És akkor ide nem fog tudni bejönni. Muszáj lesz neki amar fordulni, itt kifele, és akkor szépen itt körbe karikál, ó, kis kő, körbe jönni erre, így, és itt vissza föl tud jönni majd, és belefutni itt a tüskékbe. Jó.
Következő. Hogy ez is szépen lekopott. Szétkapjuk innen. Remélhetőleg visszakapom a csapdagépet belőle. Csapdagép szeg. Jó, mindent visszakaptam. Ezt is, és akkor itt egy kicsit folytatni fogom a ételt. Lehet, hogy nem is folytatom, hanem üttetünk egy kicsit rajta. Hopp, egy madár. Csórikám belerepít a tüskébe. Azt mondja, hogy ne legyen itt ilyen luk benne. Nem jó. Nem jó. Ez így nem jó. Nem jó, mert itt bejön, és ha itt vissza is fordítom erre, akkor itt fordulnak ki arra, és akkor kéne csinálni erre még egyet erre. Igen. Tehát, hogy egy ilyen S, többszörös S alakot végig kellene vele járatnom, hogy ne tudjon ne tudjon oda jönni, tehát ide, ide még kell. De jó lenne, ha hozzá is illesztenéd, azt azért tudnám értékelni. Így, így. Így. Ne. Ne szórakozz velem. Így, és akkor ott a nyílpuskánál kifordít. Jó. Oké. Itt jön a kacifántos dolog, ugyanis itt ők ugye nagyon keskenyen tudnak elmenni mellette. Ha én ide falat rakok, akkor mindenféleképp a falat úgy kell raknom, ugye megmutatom, fél falat fogok építkezni, hogy átlássunk fölötte. Tehát nem szabad, hogy átlógjon a fal a túloldalra, mert ott már nem férnek el. Ezt már egyszer Gabinál megszívtuk, ezt a dolgot, úgyhogy ki kell kapcsolni az altos igazítást, és úgy kell berakni, hogy ennek a padlólapnak a szélére kell rakni. Így. Ide viszont két tüskét erre majd nem fogok tudni berakni. Igen, itt viszont visszakapcsolhatjuk az altot, mert hozzáigazítja a másik falhoz. Így, így. Látjátok? Így szépen. Arra vigyázzunk, hogy ehhez igazítsa hozzá. Így. Jó, itt. Így, és... Így. Na, így akkor már látszódik látványosan, hogy ott szépen el fog jönni. Itt el lehet menni mellette. Jó, így, és akkor... Hoppá, ott már nem bírok elmenni. Akkor ez még mindig nem jó. Ez még mindig nem jó. Ha én nem tudok elmenni, ő sem tud elmenni, és az viszont baj. Mert akkor rombolni fognak. Hogy nem, nem jó lett. Még beljebb kell húzzam a falat. Azon nem kell aggódni, hogy most ezen az oldalán vagy azon az oldalán mennek el. Sőt, nem is. Vagy mégis? Nem baj. Megoldjuk. Így, alt kikapcs, és lejjebb fogom hozni még jobban. Én mondtam, az nem probléma, ha emerről mennek el majd mellette. Lényeg az, hogy belakadjanak a tüskébe, hogy most erről vagy arról érnek hozzá, teljesen mindegy. Így, és akkor ide rakunk még egyet. Jó, mert ott kívül kerül.
Tehát ott kívül kerül, utána be kell jönni ide, ide bejön. Itt viszont elkezdtem a falat építeni, ezt folytatom is, és be fogom ide szorítani falak közé így. Igen, itt viszont már fordulni fog. Ezt a gépet viszont nagyon pofásan be lehet rakni oda két fal közé, ugyanúgy, ahogy a bejáratnál van. Ugyanazt a taktikát fogom alkalmazni nála. Így szét is esett. Csapta, forkó, így, és ide rakom be. Így. Na, ez mellett nem fognak elsétálni. Így. Tökéletes. Én is el tudok futni mellette, ők is el fognak tudni. Nagyon jó. Szuper. Kötelem elfogyott közben, azért nem bírtam falat építeni. Itt viszont azt fogom trükközni, hogy itt viszont befordítom őket arra. Igen, ezt a nyílpuskát is le kell majd innen szedjem. Ez most itt nem lesz jó helyen. Neki kell találni másik pozíciót. Igen. Azt mondja, hogy... Na, miért nem veszed ki? Oké. Jó. Tehát itt kell eljönnie. Visszaváltunk ide, és megnézem, hogy falat... Falat most tudok, mert kaptam vissza egy csomó kötelet a... Fogadjunk, hogy ebbe van 6 kötél. Aha. Jó. Jó, tehát a nyílpuska lerakásához majd kelleni fog kötélgyártás. Oké, na az útvesztőt építsük tovább. Most itt kijönnek. Igen. Nem visszük át a túloldalára, hanem így rakjuk le. Ez viszont így. És akkor itt fordul. Így, né? Tessék. Tehát ott bejön, itt végig szalad, ezen végig szalad, itt el kell kanyarodjon. Ezt a falat, ezt mindjárt áthelyezem, ez így nem lesz jó. Ne üssed, szedjed szét. Ide kell egy fal. Nem rakja be. Oda majd korlátot kecsnek, de igazából annyira nem vészes. A dolog ide viszont kell egy fal, csak ezt ki akartam venni innen, hogy ide szépen be tudjam igazítani, hogy jól nézzem már ki. Ne legyünk igénytelenek, csak szépen. Így, gyönyörűen. Szóval fordul, ördög fordul, és megy tovább erre. Igen. Igen. Elfogyott a kötelem. Fogadjunk. Ó, oh, nem is a kötelem. Anyagon fogyott, de a kötelem is közve. Anyagot mindjárt nyomhatunk. Ebbe. Ne. Szórakozz velem. Így. Anyagból. Amit tudok, legyártok. Mondom, legyártok. Igen, meg kötél, az pedig ebben van. Kötél. Ebből rengeteget tudok csinálni. Jó. Mennyi csapdagépünk maradt? Tudok-e még csapdákat csinálni? Ó, még van 2. Nagyon jó. Nagyon jó, mert ugye felvettük ezt az ingát is. Hú, tényleg az ingát felvettem. Azt. Vissza is tudom rakni. Ide berakjuk az ingát.
Hát ez ilyen szivatós játék. Ó, persze, persze. Berakja azt, csak kicsit trükközni kell vele. Így. Yes! Hát nem baj. Nem baj, mert végülis igazából, hogyha itt be tud jönni, és Zinga eltalálja, arra üti kifele őt. És ha van szerencsék, akkor le is ő dobja. Ha nincs szerencsék, akkor az a baj, pont arra fogja dobni, amerre... Tehát pont előre dobja az útvonalán, segíti, hogy haladjon tovább. Úgyhogy ezt én megfordítanám, ezt az ingát. Hogy áll? Így, tehát hogy visszafele üsse ide. Erre a pontra üsse vissza. És akkor ide lehet lerakni még valami pengés cuccot. Ezek itt hagy nyírbálják őket. Oda is oda tudok rakni, nem tudok már oda rakni, mert már elfogyott a csaptagépem. No, ez már így elég ütős. Azt nem zárom le azt a végét, hogy az inga, hogyha itt libeg, akkor hát ha leüti innen őt, és le fog esni. Ide viszont tovább tudom építeni a kis falunkat. Haladunk tovább a fallal. Így. Jó, a szélére teszi. Király. Oh, megvan! Megvan a megoldás! Megvan a megoldás. Ez lesz a legnagyobb poén itt a végén. Ah, nincs több rönköm. A francba fát kell vágnom. És bent már elfogytuk a fák, úgyhogy... Ah, ott kint a bejáratnál kicsit takarítok fákat, hogy lássak jobban. Na, megvan, hova kerül a nyílpuska. A folyosó végére oda fogom rakni, úgyhogy csak a folyosót lássa, és aki oda merészkedik, annak annyi, az szétszedi. Tíz óra, elépítkezem itt az időt. Sok minden fejlesztéseket most meg tudtam csinálni. Ágból nem látok semmit. Szép fenyő. Jó fenyő. Igen. Csát közben van itt nekem sült madár. Dobáljunk egy kis madárhúsit. Csirke, ez is csirke. Mi? Elővesszük a utóvágónkat is. Hozatost jobban vágja, mint a követ. Na, talán már ne ugyan. Kösz.
Láttam, hogy kőből vette ki kiskövet. A kiskő az csak marad a annál megoldásnál, hogy a földről kell összeszedni. Majd mindjárt megnézem, mert azt nem figyeltem. Azt mondja, kő, nagykő, kiskő. Egy darab kiskövet ki mert venni belőle. Azt. Szíjet. Igen, rengeteg kiskövet elhasználtam ott a csapdáknak a átpakolászatásával. És mint kiderült, hogy az a magot is nagyon megette, egy kicsit engedj már előrébb össze. Ó, ott rengeteg kiskő van. Majd mindjárt szedek össze. Abból is, de itt viszont nagykövet és mészkövet kell kiszedjek. Téglát tudjak gyártani, és föl tudjam fejleszteni ezt az építményt, amit csináltam tűzállóra. Igen. B betűvel ugye fölveszed mind a kettőt. Köszi. És, ahogy né. Jó, van még itt egy cikla. Jó, egyelőre ennyi. Nagyon közelre kell menni hozzá. Értem már a trükkét. No. Valahol itt tudok menni. Illetve ugye meg kell csinálni nekem még azt a pontot, ahol felugrok. Hogy azt valószínűleg itt fogom megcsinálni. Azt mondja, így is. Lépcsőt is dobok hozzá. Utás közben kényelmesen ide tudjak szökkenni. És akkor itt nem szabad lezárni. Ide viszont rakunk egy talapzatot. Úgy van, Zobbi bele is sétált a csapdámba. Így, ide megy egy talapzat. Rá a nyílpuska, ami közben elhasználtam a motort. Jó, csapdagép motort kell még gyártanom egy párat. De tudjak még eszközöket rakni, és esélyük nem lesz, hogy eljöjjenek. Na itt van, 16 vasat, 3 rezet, lőport és vasércep is ott nekünk. Jó. Itt van mészkő, kiskő, simakő, lőport itt is kaptunk, illetve nagykövet is kaptunk. Nagyon jó. Ahhoz, hogy beüzemeljen, megint kell bele üzemanyag, illetve ugye összesen 3 darab karbantartó készlet kell hozzá. Három karbantartó készlet, és ami nekünk kellett, az pedig a csapdagép. Azt mondja, a csapdagéphez meg fogaskerék. Amihez pedig elfogyott a vasöntő. Szóval itt a söntvény. Így. Ide fogaskerék. Egy, kettő, három. A csapdagépből mennyit tudok? Miből van kevés? Azt mondja, részből. Részből, részdrótból van kevés. Mennyit? 4-et elhasznál? 5 van. 12. Hú, sokat. És lesz elég. Elhasználom a cuccaimat most már. Jó. Na mindjárt megnézzük, hány csapdagép jön ki belőle. 3. Szuper! Szuper! Vajásláda. Nem rengeteg... gyümölcsöt összettem, ezt is lerakom.
Ezt nem tudom lerakni. Ezt lehet kisütöm, akkor maradjon nekem. Aja is. Hol raktam a tűzhet? Tűzhet át kell hozzam most már onnan. Tényleg azt áthozom. Ez itt nem lesz jó. Új, remélem azt szeded le. Nem valami mást. Jó van, ügyes kislány. Ügyes kislány. Valahol ide, ide kihozom a tűz helyet. Kajafőzés. Ne. Jakadok rád rögtön. Három, meg a sült húsit megcsinálom. Jó, a kis húst azt nem sikít ki. Jó, ott marad a növénynek hely. Csapdagép, anyag. Megcsináltam ennek is a tételt. Elvileg föl tudom tölteni, így van. Tervetűvel. Dolgozzál tovább, és te is dolgozzál tovább. Úgy, mi? Ügyes fiú. Közben megnézem azt is, hogy hogy állok téglailag. Aha, fú, se tégla, se cement. Oké. Egyelőre haladjunk sorba. Ide jön a... A... Hol vagy? Csapda. Nyilvuska ide. Ide belökjük. Igen. És... Elkileg én kivettem abból a lőszert, hogy önnek itt kéne lenni nálam. Itt van. Szuper, és annyit teszünk az ügy érdekében, hogy ne tudjon arra lőni, hogy ide, ide bele kéne sugasztani egy falat. Aha, így. Király. Így, és akkor a nyílpuska ebbe az irányba most már nem fog lőni, nem fogja a lépcsőt bántani, csak egyedül azt, aki ott átmerész eljönni, aki ideig eljut, azt fogja lelőni. Ide viszont rakhatnánk még valami újdonságot csapdaügyileg. Mik vannak még itt? Leesők, lökők! Lökővel az a problémám, hogy a lökőnek kell oldalirányba építeni áványzatot, és ő két irányba tud lökni. Cselesek és trükkösek leszünk! Ez ide nem kell. Ez sem kell ide. Így, és akkor ezt is lekeszed minden. Jövök, lássak is valamit. Az alját azt majd megcsináljuk. Azt mondja, hogy lökő! Ó, hát ez... Oda vasz! Király! Szóval, ha ott valaki átmerész eljönni, a lökő az pont arra löki le, ahol a lépcső fölhozná, de átfuttak rajta, tehát a nagyobbak átfuttak rajta, tüskéken átbotladoztak, bele kell futniuk ebbe a másik forgóba. Itt egy penge, amiben közben a zinga vissza fogja lökni, és aki ide beberészel jutni, az pedig a nyílpuska fogja fejbe lőni. És hogy pontosabb legyen a találata, maradt még, nem maradt már több csapda gépem? De a kötelen fogyott-e? Ha, hozunk kötelet, csinálunk téglát. Van olyan tüske, ami alulról jön ki, ami megragassza őket, pillanatra megfogja őket, hogy könnyebb legyen a célzása a... Ne, már megint kezembe maradt ez a fene. Igen, kötélből kell egy víz. Igen, és akkor itt mindjárt olyan téglát és cementet, ebből nem tudom mennyit tudok csinálni. Nincs csak vizet, téglából viszont baromi sokat kéne csinálni, mert azt nagyon eszi, elhasználom a botomat. Nem, van még nálam.
Ág. Jó, van még nálam, oké. Jó. Föl tudok jutni. Jó, hát végső esetben ott is föl tudok jutni. Annyit kellene, hogy közben itt bejavítgassam az alját. Mert ha bármit odarakok, akkor ne legyen belőle probléma. Ennyit nem fogok tudni följavítani. Szögem hamarabb elfogy. De jó. Itt leszek problémába. Lesz kiszúrni, hogy mit javít föl. Itt írja, hogy alapzat. Így lehet lehet kiszúrni, hogy mit javít föl. Szögem fogyott el. Jó, azt majd gyártunk. És lehet, hogy akkor ide nem is tudom megcsinálni a csapdámat. Mert szerintem ahhoz is szög kell. Nem is ilyet akartam. Ilyet akartam. Igen, ahhoz is szög kell. A francba. Ó, eltelt a fél nap. Egész szépen. Rendesen, rendesen zaválja a vasamat. Sejtsem a csapdát, az meglegyen. Ó, valakit elkaptak a csapdák kint. Mi arra vigyázzunk, hogy mi ne álljunk benne, és így. Minket nem bánt. Hát ez nem bánt. Igen, fiú, ti ottan mit rosszalkodtok? Oké. Jó, ez így egész jó. Most már ott tartok, hogy téglát kell gyártsak. Rengeteg. Igen. Ja, ez simán lekezé. Oké, köszi. Ez is jó, az is jó, az is jó. Itt folytatom. Elfogyt a téglám. És abból legyártottam, amennyit csak tudtam, úgyhogy én egy kicsit szednem kell valamit. Téglához azt mondja, hogy a sima kő kell, tehát gondolom kell köveket. Tudom-e még fejleszteni? Bányászati szakértő. Csárkány támadási sebesség. 100%. Mestermunkás. Fáksziklák ért sebzés, 20-20%-at az kellene. Valami motoszkást hallottam. Ment volna. Elvileg a zombik nem jöhetnek most már be. Azt mondja, bozott vágóval fogok rohangálni ő után, és persze fémszikla van itt. A negyedik naphoz képest nagyon jó állok csapdailag. Hogy mondjam, kicsi esélyt látok rá, hogy akár egy is eljusson egész hozzám. Jó. Akkor. Magot ad-e? Áfonya.
Egész jó dolgokat adogat, de pont amit kellene, azt nem. Véletlen generátorral dolgozik, nagyon a... Szerencsére van bízva, hogy kapjuk a magot. Nem ad. Na, végre egy magot. Kaptam. Ez nem kacsa, ez kacsa. Három óránként ment a játék. Figyeltem meg, hogy 11 óránál mentett, most 14 óránál mentett. Tehát 3 óránként elmenti a játék magát automata mentéssel. Na, kap már szét. Állítgattam a grafikai beállításokat, a sziklák voltak a legmérvadóbbak. A egy fokkal lejjebb vettem a felbontás textúra tisztaságát, akkor a köveken nagyon látszott, hogy így elhomályosodtak a kövek. És most is látszik, hogy néha úgy fut rajtuk az árnyék, érdekesen hullámzik a kő. Hát ennél jobbra nem bírtam beállítani, ez volt a legtöbb, amit ki tudtam hozni a gépemből. Nagyon szép grafikai kinézete van a játéknak, borzasztóan tudja enni a gépet. És hát szép, szép játék. Most egy pár személye, hogy beszéltem róla, sokan mondták, hogy nagyon, nagyon grafika, meg maga az élmény tényleg nagyon jó, mert izgalmas játék, folyamatosan zajlanak benne az események. De nem nagyon hagy a játék unatkozni, főleg ezzel, hogy ugye minden évfélre vissza kell jutnod a bázisodra, így azért elég érdekes, hogy gyorsan meg kell járnod azt a dolgot, amit akarsz, és össze kell szedjed a ételeket hozzá. Na, ne fáradj már el, kislány. Lucy, Lucy, már rég mondtam a nevét. Lucy drága. Jó nyomja. Van kövem rendesen. Hogy állok férőhelyileg? Ó, van még üres. Az vagy nem nagyon adnak sok cuccot ezek a tételek. Ezeket verem szét egy-egy követ, és láttátok, hogy 3-4 égla kell, úgy, hogy fejlesztve van a kőépítkezés. Szerintem azt kifulloztam mindjárt az elején, hogy a kőépítményeket minél olcsóban tudjam építeni, és így is brutálisan. Brutálisan... sok nyersanyagot elhasznál. Hát akkor még ezt nem fejlesztettem volna ki. De ezt kinéztük, Gabi, vagy ezt mindjárt az elején ezt meg kell csinálni, mert különben nem fog működni a dolog. Ah.
Persze így, hogy gyakorlottabb az ember, egy kicsit kipróbálta a játékot, az én gyorsabban haladok azért, mint általában egy kezdő játékos ebbe a játékba. Azért negyedik napra már bányászgépekkel dolgozni, és már azok gondolkodni, hogy az elektromos berendezéseket hova fogom rakni, azért ennyire nem haladtunk, amikor elkezdtük tesztelni a játékot az elején azért jóval lassabb volt a dolog. Illetve el is szaladgáltunk egy darabig a csapdák között, mire rájöttünk, hogy hogy kell kiépíteni a csapdákat, hogy az jó legyen. Hát nem egyszer kellett mentett állást visszatölteni, mert egyszerűen rosszul építettük föl, és nem voltak hajlandók támadni. Egyfolytában romboltak csak, mert lezártuk a területet. Ezt a pörgő, forgó, tüskés részt mi keresztbe raktuk, hogy majd ezen átmásznak című szóval. Hát nem másznak át rajta, mert mi átmászunk, az oké, de ők nem másznak át rajta. És ezt bizony, ezt nagyon megszívtuk. Illetve ezt a fél falat is, hogy mi igazából át tudjuk ugrani. Ők olyan hegyi mászást be tudnak vágni, olyan mászásokat levágnak, és egyszerűen egy fél fal kifog rajta. És innen gondoltuk azt, hogy viszont sokkal látványosabb a fél falak közé zárni őket, mert lehet látni a mozgásukat. Persze benne van az, hogy a savas meg a bárdobáló az támadni tud bennünket ilyen esetben, de hát ezt a rizikót bevállaltuk. Már csak a látvány kedvéért, hogy legalább lássuk, hogy mi történik, hogy csinálják. Mind csinálják a dolgokat. Elbocorgok már most, vagy 2 vagy 3 órája szedem az anyagot. Már lehet, hogy több is egy kicsit. Nem azért beton fejezni a téglásítást. És akkor ez még csak a csapda rész, még a falat is kéne csapdázni, mert vagy fejleszteni, mert azért ott van jönnek támadások, akik ütni fogják a falamat, és bizony most se néztem meg, hogy mennyire vannak lesérülve ott a falak, de lehet, hogy le vannak. Mi a tököm ez? Az öreg apátok, tökit ijeszgessétek. Hát mondtam, nem hagy a játék unatkozni. Na, meg jó érezzük magunkat itt a játék közben. Na, merre van a bázisom? Mert most már ugye bócorogtam, hogy azt tudom, hol vagyok. Ezek honnan jöttek? Azt nem tudom, de... Na most már nyomassunk visszafele egy kicsit, mert... Komolyan. Túl nagy volt az ugrás. Ott a fal. És megnézzük a bázisra mennyi cucc spannolt vissza. Így, hogy elpucorogtam. Hát nem sok.
Nem látszik a kapu. Ha, nem tölti be a kaput. Jó, nézzük. Így lát, mennyit tudok gyártani. Mit sikerült összeharácsolni. Van ott nálam egy tégla. Úha. A szép adag. Gyárts már le. Köszi. Jó. Siker. Nagyon jó sikerült. Hopp. Jó, ez annyira nem vészes. Ezt kell megcsinálni. Ezt feltétlen. Aha, szeg és cementből is hadilábon fogok állni. Alapszat. Jó. Úgy lépcsőt is feltétlenül, mert képes. Ha fölgyújtják, akkor képes fölgyújtani úgy, hogy aztán ég minden. Jó. Illetve ne felejtsük el azt, hogy... Na. Az mi volt? Lehet, hogy egy csapdát fejlesztette. Elfogyott a cementen. Szerintem a szeg is. Szóval azt akartam mondani, hogy ne felejtsük el, hogy nem csak a felső talapzatot, hanem az alatta lévő kockákat is föl kell fejleszteni, mert ha az elég, akkor ég az egész. Akkor borul az egész. Tehát így mint itt, hogy az felsőt ki fölfejleszted, az oké, de az alatta lévő, ha leég, akkor le fog esni. Fölötte lévő, ez szerintem elég egyértelmű, de azért elmondom, hogy nehogy meglepetésként érjen, hogy mi történt. Vagy legalábbis elfelejtkezik az ember róla, hogy tényleg az alsó ott maradt. Nálunk is volt ilyen, volt, hogy fejlesztettük. Igen, meg főleg így, amikor a alsót akarod fejleszteni, és a felsőt fejlesztés, akkor de jó vagy ezt is. Akkor mindjárt fönt a kis falakat kell megnézni még. Hogy áll a kerítése? Ó, ez teljesen jól áll. Ezt is. Hoppá, nem fogom, vastemezem már nincs is. Jó. Illetve itt a kis falakat kell még majd, mert nagyobbak eljutnak idáig, és ha itt elég a fal, akkor ezt az egész kacskaringot ki fogják nekem hagyni. Ami nem lesz olyan jó, erre a falra még nincs szükség, mert most a csapda az védi. Jó, az mindegy, ott hagyjuk. Egyenlőre. Ezt is. Hopp, mi nincsen? Jaj, faragott köve most már nincs több. Oké, nálunk. Elvileg azt tudok, mert abból hoztam még követ. Faragott kőhöz, meg nagy kő kell. Van nálam 100. Jó van. Lehet, hogy akkor nem is ennyit többet kéne csinálni. Azt, hogy a cementből is csinálok még egy 10-est, ha bár bírja a faragott kőből. 20-at. Téglából is csinálok még egy 20-at. És akkor reméljük, hogy ott mindent föl tudok fejleszteni. Egyáltalán ne tudjanak itt nekem problémát okozni. Igen, erről erre. Jó, azt mondja, hogy ezt kell fejleszteni. Robbanásnak egyébként nagy a hatósugara, és ott képes mindent felgyújtani. De ezt majd... Hát nem fogjátok meglátni, mert most főfejlesztek mindent, akkor nem fog kiderülni, hogy tudja ezt fölgyújtani nekem a fél bázisomat, de hát ha kigyullad valami, mégis. Hát, hogy azt a falat ott hagyom, ha esetleg kigyullad, akkor az hagyjék el nyugodtan, legalább látjátok, hogy milyen. És a tűz terjed. Tehát érdemes a falnál is, hogyha nem is tudjátok az elején mindjárt kővé változtatni az összeset, főfejleszteni, úgy 3-4 elemenként egyet-egyet átalakítani,
Mert ha egy kigyullad, akkor terjed a tűz végig rajta. És nem csak az van, hogy ami a hatósugárba kigyulladt, az ég, hanem folyamatosan ég. Itt a szeg, ezt a izét, nagykövet, ezt nagyon eszi. Úgyhogy hát mi is úgy jártunk, hogy ó, hát ott a csapda mellett azt megcsináljuk, meg ott mellette azt a másikat, és úgy leégett az egész, mint a húzat. Csak néztük, hogy oda le kéne menni, és fő kéne javítani, de nem igazán jó berohanni a zombik közé, mikor hullámba jönnek. Volt faragott kövem, fogyott el. Kiállom még belőle, meg cementünk is. Nem tudom, hogy a téglánk azt tudja, hogy fogyott. El is használtam mindent. Hát most a külső falamat azt meghagyom úgy, ahogy van. Ezeket próbálom még itt. De remélhetőleg nem jönnek el. Illetve az oldalsó falakat egyelőre még most nem fogják bántani. Csak a bejáratnál szokták püfölgetni őket, hogyha morcosak, hogy nem tudnak csak úgy besétálni hozzánk lazán. Játékmentve. Aha, 3 óránként ment. Ó, faszántos lett. Jó. Jó, ez az egy fal, ez itt maradt. Nem tudom, hogy fel tudom-e. Nem azt. Na, itt van az, hogy a csapdát adja be. Vagy a nyílpuskát. Két faragott kő kéne. Jó. Hát szerintem elég jók vagyunk. Az, hogy ez fából van, ne tévesszen meg senkit, meg ezek nem gyulladnak föl. Azok se. A tüskék sem. Tehát maguk azok a kis tüskék elől, azok sem gyulladnak föl. A falak fölgyulladnak, azok nagyon szépen, és végig is égnek, ami összeér, az mindig. Ott egy szarvas kint. Oh, de jó. De mint a csapdáj nem volna dugik szarvassal. Egy kicsit rendezkedjünk. Jó, elfogytak a... Ja, nem fogytak a cuccok. Ó, hát van itt nálunk egy csomó mag van nálunk. Jó. Jó. Ó, itt a vaddisznó. Valaminek a fejlesztéséhez kellett vaddisznóbőr. Hát lesz kis húsom. Tökivel. Ezekkel szaladgálás közben bozót vágó késsel szaladni és szedegetni fel bokrokat, hogy adjunk minél több magot, mert látjátok, rengeteg magot meg fognak enni a csapdák. Szarvasbőr is. Illetve, hogy a kis húsból ugye nem csak ide a csapdába, a nagyobb csapdába kell, de a ültetvénynek a trágya készítéséhez is kell. Jó. Ezzel meg is vagyunk. Ezt tudom maradni? Ah, csak kérdés, hogy trágya van-e nálam. Szóval, hogy olyan van fejlesztéshez. Nem mindjárt ki fogja írni nekem, hogy nulla a trágyám. Nem, ezt ad be. Lépjék. Itt, és itt ezt. Egy hatot abszolváltunk. Lehet fejleszteni. Hol fejleszteni? Ezt nem lehet fejleszteni, ezt nem lehet fejleszteni. Akkor ez se. Igen, itt a T betűvel tudom, hogy egyszerűbb kiszedni, csak azért nyitom meg mindig, hogy lássátok, hogy mit kapok. Levél 10 indát, 6 ágat, 1 fűszert. Elég szépen osztogatja, úgyhogy visszakaptam a ételeimet. Egy mag 75 levelet adott. 10 ágat, 10 indát. Ugye ez rengeteg gyümölcsöt ad, de ami nekünk fontos, ez a mag. Az a fontosabb, de minden esetre
Ó, kész lett tele. Jó van. Oké. Értettem a célzást. Már is pakolok lefele. Tárolás kaja. Tojás. Hú, még tényleg madáretetős izét nem is csináltam. Csapdát. Bele se fér. Bele se fér. A húsokat lehet, hogy kiviszem innen. Másik tárolóba rakom a húst. Ide rakom át a húsokat. Így ezt is. Ilyet is rakok le. Még van itt répa nálam. Fűszer. Ide be tudom rakni. Ezt igen. Ezt is. Jó. Oké. Na a tojást hova rakjam? Hús vagy zöldség? Ne, egyik se. Van itt. Főtt kaja is. Jó. Ezt kivettem. Az főtt kaja volt. Jó. Ide le kéne pakolni valamit most már magamtól. Ő cuccokat, amik nem kellenek. Ezek nem kellenek. Ez a nagy kő. Azt nem kell most már. Tégla. Na, csak ezért azt... Tudok akkor még faragott követ csinálni? Ó, hát hogy ne tudnék csinálni? Ne szórakozz akkor velem. Téglát. Téglát nem tudtam csinálni, de tégla meg még van. Hát ez itt becsapott engem. Vagy más hiányzott még akkor? Falhoz mi kell? Ja, vaslemez. Faragott kő. Cement és vaslemez kell hozzá. Oké. És a kapuhoz mi kell? A kapukat meg kéne erősíteni. Gumigyűrű szeg, és szintén vaslemez. Jó, akkor mindjárt vaslemezt gyártunk. Rengeteg izét leraktam. Hát basszus, hát abból rengeteg vaslemezt le tudok gyártani. Add csak... Nem raktam le. Jó, ne add vissza. Azt mondja, hogy... Ide. Vaslemez, egy vasöntvény kell, ahhoz pedig ez kell. Ága mennyire elfogyott. Azt a jó istenit neki. Az baj. Az nagyon nagy baj. Zágakat tudom a csapdákat tölteni, és... Azt most én megettem azt a cuccot. És ágat azt nem tudok gyártani. Ilyen csak én vettem fő bőröket. Mi volt az, amit? Nem, már nem tudom. Ezeket nem itt fejlesztettem? Hol? Jó, itt már nem tudok semmit. Ezt az asztalt is. Ja, itt fejlesztettem, és ide rókabőr, illetve ide csak gumigyű. Itt van. Na, legalább most látjátok ezt a gumigyantát, amit kiveszünk a fákból, azt erre lehet elhasználni. Szarvas, medve, farkas, nyúl. Nincs róka bőr. A francba. Hát az ciki. Élelmiszer. Anyagtáska. Ó, hát a vaddisznó bőr ide. Igen. Az feltétlen. Ezt fejlesszük. És akkor ezekhez most már vaddisznó bőr kell. Ide kellene még róka. Illetve veréptoll. Oké. Jó, kicsit lepakolok magamtól, most már nagyon tele vagyok. Ebleg, ez a fa anyagos. Nem pakolok le. Még mindig ott tartunk, hogy próbálok falat fejleszteni, illetve kaput. Nem tudom, sikerült végül is mindent legyártanom hozzá. Most lemez nem. Cselig ágam.
az anyját neki. Gondolom gyártottam valamennyit, ötöt le tudok gyártani, de ez édes kevés. Ez édes kevés. Hát több ültetvény kell, ez még mindig nagyon kevés. Nem fogtatok rókát? Nem, ez csak nyulakkal van tele. A nagyobb bokrok, ezek adnak ágat. Az ciki lesz, ha nem tudom a csapdákat tölteni, és jönnek a zombi hullámok, bár eddig úgy nézett ki a dolog, hogy nagyon nem kellett rátöltenem a csapdákat a menet közbe, de ott fönt az a csapóajtó, ami mellett állok, az csak 10-et bír, és utána nem fog kinyílni. Hát arra vigyázzunk, hogy ez nem az, vagy nyitva marad, és akkor mindenki potyogott lefele, tehát nem fog kinyílni, csukva marad, és bizony át fognak jönni rajta. A valamelyik eljut egész odáig, ami reméljük nem történik meg. Egy-egy ágokat vesz ki belőle, az hihetetlen. Hihetetlen. Ott van, 29 darab ágat szedtem össze. Ha! Szméletlen. Adja a hangot és nem csukja be. Meg kell néznem, hogy tudok-e még ilyen ültetvényt csinálni. Ez nagyon kell, ez az ültetvény. Ez a bokros tudok is csinálni. Jó. Hopp, a barna le, a liga lett. Mi fogyott el? Deszka. Deszka kell kettő. Deszka. Kettő. Kettő. Igen, nem kattan, addig nem csinálja meg. Jó, és akkor mehet tovább. Egy trágyán maradt, egy trágyát csinálok. Azt mondja azt itt. Itt, és mi nincs hozzá? Ó, leraktam a cuccokat hozzá. Le, persze, azt is leraktam. Ó, kis húsomat elhasználtam. Nem áll. Hát akkor fölveszik a csapdákat. Leálltak a gépeik is, azokat is lehet üríteni. Sűrűsödik a program, sűrűsödik. Nagyon. Szó, nem nagyon van idő lébecolni, és magyarázkodni, viszont kell hozzá karbantartó készlet. Kivenni ki tudom a nélkül is, tehát azzal nincsen gond, de ebbe volt karbantartó készlet. Egyet tudok? Gumigyűrű nincsen. Nézem a ládákat, mert leraktam őket, mert hajlamos vagyok ilyenre. Szerintem minden nálam van. Most a ládát
Lámpától nem tudom kinyitni. Ide raktam. Elét átveszem. Ilyen gyantám az viszont van még. Akkor van. Hú, 5 nem kell. 3 elég. 3. 2. 3. Köszi. Azt mondja, hogy mindent kikap. És újra tölt. 15 vas, egy rész, 17 vas jelz. Az igen, mindent megkap. Újra tört mészkő 2, nagy, jó, sima kő 8, nagy kő is 8, 4 kiskő lőpor, szuper. Jó. Hova tartottam? Szerintem más nem tudok fejleszteni. Rúgka bőr kellene, volt biztos, hogy rúgka bőr, jó. És nem, karbadatok készletet tudok még csinálni. Jó, nézzük meg még a falat. Játék mentve 20 óra. Én is akkor pont 23 órakor fog menteni még egyet, pont éjfél előtt. Ja, ezt a kaput, ezt főfejlesztettem. Jó, akkor azt nem bántjuk. Elvileg minden kőből van. Hú, én maximálisan főkészültem erre a támadásra. Szerintem. Nézzük, hogy állok. Hát a kapu legalább védett lesz. Attól függetlenül, hogy lehet, hogy nem is jön tüzes, vagy leég az egész bázison, de azért az már védett. Ezt is kiavítjuk. Masszál, bébi, masszál. Hogy áll? Nem tudok tárat. Csak akkor valahogy a kapu mellett is egyet-egyet főjavítok. Szép apránként meg lesznek csinálgatva. Igen. Nem erről is egyet. Kicsit csárén raktam. Szerencsétlen falat. Most még látványosabb a lük. Ezt viszont nem fogom tudni szerintem. Ó, se szök, se vaslemez. Jó. Ezek mennek. Ezek mennek. Tudok-e még ültetőn csinálni? Bankusz. Szök deszka és trágya. Deszka. Igen. Ezek. Igen, rágy is ebbe volt. Ebbe van. Ó, elhasználtam a kis húsomat. Aha, láttam, most kiszúrtam, hogy ott elhasználtam. Ezt helyére fogok lerakni egyet. Engedi, ide meg nem engedi. De durva. Nem engedte oda lerakni. Három deszka és egy darab szeg. Nem fog, össze tudom hozni. Egy darab ilyen. Három deszka.
Hát a pusztulat jöjjön rád, akkor oda se engedi. Jó, akkor folytatjuk erről. Na, vedd el onnan, amikor már jó odarakod, aztán elveszed. Ja, közben elfogyott a trágyám. Ide visszarakom a padlólapot, akkor ha már nem engedi oda, akkor mindjárt vissza a padlólapot. Trágyára szükségem van. Nincs ott. Ja, több kis húsom nincs. Aj, mindjárt veszek én föl. Jó, hát jó. Építkeztem itt a ételeket. Kis fejlődés. Tovább ment. Most nem csavarogtam. Ó, itt a vaddisznó bőröm. Yes! Yes! Valamit tudok fejleszteni. Csak így elhasználom a kis húsomat. Ah, a gyaros sebessen beléd. Azt a kacifántos... ...tenit. Elvileg a csapdák fekszenek. Egy, kettő, az fekszik. Igen, kicsit bagos, kicsit arrébb rakja a tetemet. Hát ekkorát ütött a nyúlom, hogy ideig repült. Jó, ezt kinyitjuk, és akkor megtek az egy trágya. No, ezért nem szabad a... Ó, itt még kettőt is be kéne ültetni. Ó, de jó. Ezért nem szabad a kis húst kisütni és megenni, mert a trágya gyártásnál borzasztó problémás lesz a dolog. 27 mag, és nincs trágyám. De jó. Oké, fejlesztés, nézzük már meg. Mi volt az? Mi volt az? Élelmiszer táskát, csákányt tudom fejleszteni. Jó. Fejlesztjük rajta egyet. És akkor ide még megint a szarvas bika bőr. Oda meg róka. Jó, ez is fejlődött. De itt meg 59 ponton van. Élelmiszer kutató, bányászati szakértő. Mesterhordához. Nem. Ez a keresgélő, hogy ez mi akar lenni, ezt nem tudom. Készségekben pedig mérnök doktor. Rádiófelszerelés. Solenoid motor. Hát igazából ezek annyira nem kellene kapcsoló. Ez a varisztor. Fúzus transformátor. Transzisztor. Ezek biztos, hogy kellenek. Ez is, ez a napelem. Ezeket nem tudom, hogy azok kellenek ma. Biztos kellenek majd később, de annyira nem. Émom dolog építése, jó, az még ráér. A bontás az viszont, igen, azt lehetne fejleszteni. Azt már tudom. Bontási sebesség és bontási után visszakapott anyagok plusz 10%. Harcnál nem kell fejlesztenem, hasznosságnál nem kell fejlesztenem, még ezek. Még ráérnek a későbbiekbe, majd fogok arra is nyomni, megnézem, hogy az is hogy. Azokat még nem nagyon bántottuk eddig Gabival, nem nagyon teszteltük. Hát jó, csapdák közben nem fogta. Ó, már fekszik is a nyuszi. Ennyi volt. Egy kicsit nézelődünk, és már tele is van. Jaj, elnézést! Most már nincs levelem. Ó, hogy az a... Hát ez jó.
Ez király. Most meg levél nincs. Azt még van, gumigyantám, tudok rengeteg cucc. Na, hát itt az elsőbe ezt is ki nekem. Ide olyanokat akarok relakni, ami az építkezéshez kell. Ezek építelemek. Na, add már be. Betonvas is az, ez is az. Részdrót. Hát az annyira nem. Jó, ide az utolsó előtti. Itt vannak a bőrök, csontok. Ide mehet ez. Be. Illetve más nincsen. Soha mit raktam? Ja, puskapor például mehet oda. Üzemanyagot nyomok oda. Műszerből van nálam rengeteg, hát kettőt berakom kell. Ezek meg üresek. Azt mondja, építőanyag. Itt voltak a fa tételek, úgyhogy a fából lepakolunk. Most már nem építkezünk. Ágat nem rakok le. Nálam a madárcsont. Oké. Itt vannak a kövek. Jó, azt nem rakom le. Nagy kő, ezeket rakni. Jó, ezt is. Hát rézrótot ide rakom. Ezeket is ide rakom, mert ezek összetartoznak. Igen. Ó, oh, igen. És akkor egyet megint elfelejtettem ezt rakni. Össze is rakta, szuper. És akkor ide mehetnek a műanyag tételek, meg az ilyen apró cseprő dolgok. Jó, az már nem, az már nem. Itt magot azt... Ah, összerakta. És... csont ide. Igen, a kajásba... kajából fűszert le tudom rakni. Tojást is... sír az meg a húsnál. Yes! Yes! Ezt lerakom. Sem nincsen. Disznólábat lerakom. Ez kézkaja, kézkaja. Ezt magamnál tartom, mert ezek kellenek. Jó. Egy meg rengeteg üres ládám van még. Jó. Ennyi maradt. Balisztát feltöltöttem. Íjamhoz van. A fegyveremhez van lőszer. Kaja van nálam. Nyomnyogok is belőle megfelelő, hogy fogyjon. Super. 81. Ezt betárazzuk. Ez elég lesz. Van 2 órám. Hopp, most dőlt el. Pont lehetett látni. Jó, hát addig ezt pucoljuk kifele. De csak nyulat fog, nem akar rókát. Rókát akarok. De nem, nem ad rókát. Na, közben ez is elfeküdt. Ó, de jó. Még mozog a nyuszi benne, szegény, ott rángatózik. Na. Így. Oké. Lassan időben is vagyunk, itt van egy negyed óra kb. Nálunk trágyát a húsunk. Igen, és mi hiányzik a trágyához? Levél, 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 mindig csak a levéllel van gondom. Na mindjárt kimegyek egy kicsit ide. 23 óra, hát ráhagyjuk. Ráhagyjuk. Azt akarok megnézni, hogy lámpát, lámpát. Rendezés, lámpa, ez. Levél. Oké, okay, jó. Kihagyjuk.
Jó, hát ez jó kacifántos csapda lett. Kicsit fordulj már meg arra, baby. Köszi! Mi valahogy így csinálom mindjárt egy szép kis képernyő fotót. Sajnos mindig ilyen sötét dologba vagyunk, de... Jó. Arra vigyázzunk, nem maradjunk ilyen helyen, mert ide nincs lépcső, oda nem tudnak eljutni hozzánk, és bizony így problémába fog kerülni nekik. És odáig mindent le fognak lombolni, míg azt kidemütik alólunk, és ott nem építettem föl a talapzatot az alatt. Hú, az ciki. Az ott leesik, igazából akkor se tudnak eljönni. Jó. Hát rövidíteni nem fognak, maximum egy csaptám kiesik a sorból. De lepakoltam magamtól mindent, úgyhogy nem hiszem, hogy tudok ezen. Hát semmi nincs. Semmi nincsen. Játék mentve 23 óránál, igen. Jó, nyílpuska az jó lett. Az biztos, hogy itt le fogja szedni. Az biztos, hogy itt is jók vagyunk a szeren. Ott szerintem bőven hagytam helyet nekik, el kell, hogy férjenek, mert egy kisebb a hely, mint itt. Jó. Oké. Szerintem kacifántos lett, illetve van egy csapdám, ami nem megakadályozza, hogy ide jöjjenek. Ágam van 23, tudom őket fejleszteni, illetve gyorsan egy dolgot megcsinálok, ezeket feltöltöm. Ezt nem is kell. Ezt... sem. Ó, basszus, belementem a pavacokba. Azt mondja, újra töltés van, én mindent felvesz. Ami ott? Egy kis madárka van ott, de nem tudok kimenni hozzá. Mert ez a pacak tüske mindig megcsap. Á, tegyünk a kapun. Tiszta torna gyakorlatot vág le itt szerencsétlen, mire visszaérek. Jó. És még dobszóló. Kovály, te honnan jöttök? Már jöttök? Nem sokáig jutottak el. Szó. Elég rövid. Rövid lett az életük. Hát jó. Hát a végbírtátok ideig nézni, akkor köszönöm szépen a hogy megnéztétek. Még megvárjuk a rólamat persze természetesen, csak akkor most be is nyomom nektek, hogy ne felejtsetek el feliratkozni, ha még esetleg nem tettétek volna meg. És köszönöm szépen, hogy így végignézitek a videóimat. Hullám kezdve. Na most indul a hullám. Na gyertek. Ja, én ide korlátot akartam rakni, tényleg ezt is felejtettem. De szerintem nincs hozzá semmi. Ilyen korlátot akartam. Na, csak kötődjön hozzá. Ja, mert ágon van persze. Na nézzük. Ötödik nap, hajnal. Elvileg jönnie kell a tüzesnek. Mindjárt itt az elején szokott jönni. Az aljas kis dög. Hogyha nincs fölkészülve a játékos, akkor rögtön felgyújtsa itt mindjárt a bejárati részt. Vagy legalábbis a csapdák elejét, és valami madárka röpködik.
És megint nem is spannolnak le, megint messziről futnak. Szóval a főgyújtja az elején mindjárt az építményt, csapdát, mindent, ami csak itt az elején van, és nincsen megcsinálva tüzesnek. Vagy hát ilyen kővé nincs átalakítva, hogy védje a tüzes dolgoktól. És nagyon szépen leégettekünk is, és szépen átvariált a dolgokat. Főleg az volt a legnagyobb baj, legelőször, amikor csináltuk, akkor magát azt a lépcsőt, amin így fölmentek, azt a lépcsőt égette szét, és nem tudtak följönni, ezért ugye nem tudtak hozzánk férni, ezért elkezdték lerombolni az egészet. Aszántosan borult az egész szisztémánk, amit kiépítettünk akkor Gabival, és én csak utána kezdtünk el rájönni erre a kapus íves megoldásra, úgy közösen összedugva a fejünket, kiötöltük bratyóval, hogy lehetne ezt összehozni. Hol vagytok, fiúk? Hol vagytok? Hát nem jönnek ezek. Sehogy se. Ott jön, és ott a tüzes. Ott van mindjárt az elején. Négy kézláb mászik. Egy magas kíséretében. Hát megvárom, hogy elintézze. Pengét már ütik. Ott is. És ott hal meg. Lelőtte. Nem, tovább tudok menni. Eljött a forgó pengét. Ki eljött. Ott robbant föl. Ott ki is gyulladt alatta. Ki is gyulladt a izém alatt. Nézd meg, egész eljönnek odáig. Azt neki. Hát az kigyulladt. Azt nem tudom, hogy tudom javítani. Tudom, így javítás. A csapdát javítottam, nem a izét. Meg is gyulladtam. Is valami ség? Igen, az is ség. Basszus. Na, hát akkor megmutatom rögtön, hogy milyen is a dolog. Jó, ez kijavítva. Azt az alsót kéne kijavítani, de... Ajjaj. Oké, siker. Visszamegyünk oda, hogy ne legyen problémájuk. Oké. Na, hát mindjárt okozott galibát a tüzes. Akármennyire is úgy gondoltam, hogy felkészülhetek rá, hát nem hagytam elégni, mert hogy akkor elveszik ez a csapdám, szétesik és darabjai ott lesznek, de legalább lehetett látni a lökőt, hogy működött. Illetve azt is lehet látni, hogy most már egyre több az erősebb zombi, és bizony eléggé szépen eljutnak. Fúgókat hozzám vágta a bárdot. Viszont az a lökő nagyon jó meg van csinálva, mert pont rálökj a lépcsőr, és azon vissza tud jönni. Aha, kettőt mozgott is. De tudok tölteni, lehet látni, rá tudok tölteni. A nyílpuska viszont nem bántotta őket, nem harcolnak vele. Hát nem jutottak, odaig nem jutottak el. Egész ott haltak meg a forgónál. És ott meghalt, és egész itt elemeket felgyújtott. Tehát ott lehet látni a hatótávot, hogy azért ha ott egy falat meg is csinál az ember kőnek, ott a mellette lévőket simán felgyújtja. Ha ott halt volna meg a tüzes. De ugye azt sejtettem, hogy az erősebb, és végig tud menni. És bizony, ha most ott nem építettem volna ki a padlót kőből, akkor itt most az egész hóbelebanc leégett volna a húsba. Ez ilyen fa cuccokat, ezeket nem bántja. De miért püfölöd? Miért nem jössz? Ez az. Jó, tehát az ötödik nap érkezik a tüzes, és innentől kezdve már lehet számolni rá, hogy mindig jönni fog támadásnál legalább egy belőlük. És bizony
igen, kellemetlen meglepetéseket tud okozni, mint ahogy nálam is, hogy pont azt hagytam ki, amin egy csapda van. Ügyes voltam megint. Nézze, milyen gyors. Ezek elfut mellettük. A lökő az széttrancsírolta. Ez a két kis penge az nagyon jó pörög. Ez nagyon jó bírták. Még az előző rohamnál is az volt, hogy azok elkoptak teljesen. Elfogytak. Bocsánat, pillanat. Gabival vadászgattuk ezeket a üzeseket messziről, próbáltuk fegyverrel leszedni, ne jussanak el a csapdákig. Most szándékosan hagytam, hogy hagyd menjen, de egyébként lehet őket szépen amortizálni lefele. Illetve, ha tovább fejlődünk majd az elektromosság irányába, akkor majd a fejlettebb fegyverek azok képesek megkülönböztetni, meg olyan eszközöket le lehet rakni, amik különböző zombikat meg tudnak különböztetni, és be lehet állítani azt, hogy azért picikre ne pazaroljon lőszert, ezek hagyj fussanak a csapdába, a közepeseket és az óriásokat lője, az igazán kemény fegyverzettel pedig beállítottuk, hogy csak az óriásokat lője. Ugye óriás még nem jött, az körülbelül a 10. nap környékén fog jönni, mondtam, az óriás az akkora, mint az a fa. Úgy kell képzelni, hogy ilyen magas kb. Az óriás. Be tud itt jönni, igazából átlépdel itt szinte mindenen, de az útvonalat megtartja egyébként továbbra is. Próbál az útvonalon bejutni. Hűha. Pacok, jöttök ám. Az óriás nézett a nagy darabot. Úgyhogy majd az igazi óriások azok lesznek. Én ezeket a magasabb vörös hátúakat, ezeket szoktam még óriásnak hívni. Ők nagyon kemények, mint látod, futkározik a csapdak között, oda-vissza, és alig-alig sebződik, őre végre elmegy, némelyik meg egész szépen el tud jutni a lépcsőig. Hová? Ezt szórakozzá velem. Úgy még az égett testű, az még gyors, az baromi gyors mozgású. Igen, skacok? Jönnek a savasak? Na jó, mert van zöld meg sárga is belőlük. De mind a kettő képes lőni. Ha meglátnak, megállnak. Szétteszi a kezét, úgy, és már lő is. Nem is bírtam elhátrálni. És el tud találni. És jönnek magas. Ó, eljutott a lökőik. Ott intéződött el az egyik ilyen sárga vagy zöld hasú. Ott jön egy magas. Lehet látni most már, hogy azért lukat tovább juttak. A csomagok eddig ott orientálódtak annak a csapda környékén, és egész ideig bejönnek. Lehet látni majd, hogy egyre jobban, ahogy telik a játék, ezek a zombik is egyre erősebbek. Többek ellenállnak. Amik jönnek a rohamba. A kinti zombik, azoknál nem vettük észre azt, hogy változna a sebzésük. Tehát ugyanúgy 2-3 nyilvesszővel le tudtuk teríteni őket. Bár az is igaz, hogy a fegyvereket is fejlesztettük közbe, tehát ezt pontosan én nem tudom meghatározni, hogy mennyire bírja. Még megy a dolog. Á, ott jön a tüzes megint. Az öreg apja. Nem engedtem be. Na, jön egy bárdobáló, magas, vékony, apuci, van itt minden.
csak szépen pusztuljatok ott a csapdákba. Ez meg is átjut. És még azon is átjut. Tüskéken is. Nem, tüskéken nem jutották. Ott meghalt. Ott jön egy savas. Nagyon hadd lőjön. Anyám, borogas. Az viszont lőtt. Oké. Szerintem csapdák elég erősek lettek most, elég jól bírják. Azt a pár elemet ki kell javítsam akkor, hogy ne tudjon elégni. És igazából a következő részben csavaroghatunk nyugodtan. Elmehetünk akár ebbe a következő nyomba, a kórházhoz. Ez lesz a következő részbe. Köszönöm szépen a figyelmet, vége a rohamnak. Jövünk vissza a folytatással, Csézilak voltam, jó játékot, sziasztok!